3000 fővel növelik a készenléti rendőrség számát. Tolna megyében is határvadászokat tomoroznak. Horgász és főzőverseny tartottak Tüskében. A Vátnál jóval többen vettek részt a rendezvényen. Megújult a fociklub elnöksége, több lett a néző. A focisták is erőt kaptak a győzelemhez. Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Jönnek a részletek! Tolna megyében is jelentkezhetnek a határvadászképzésre a 18 és 55 év közöttiek. A pályázókat az átlagosnál jobb munkabérrel csábítják. 3000 fővel növelik a készenléti rendőrség számát. A határvadász bevetési osztályok bővítésén, illetve létrehozásán dolgoznak. Aki elmúlt 18 éves, de még nem múlt el 55, büntetlen előéletű, rendelkezik érettségivel és magyar állampolgár, az jelentkezhet határvadásznak. A toborzás minden egyes helyszínen, tulajdonképpen itt Tolna megyében jelen vagyunk. A rendőrség is, kapitányságok is önmagában is, ők is toborzó feladatokat látnak el, de természetesen van egy toborzó iroda fönt az Országos Rendőrfőkapitányságon, amit a www.police.hu-n is el lehet érni. Aki határvadász szeretne lenni, annak magával kell vinnie a kitöltött jelentkezési lapot, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot, részletes fényképpel ellátott kétoldalas önéletrajzot, házi orvos által igazolt erőnléti papírt és az érettségi bizonyítvány másolatát. Mint mondottam, határmentén fognak ők teljesíteni szolgálatot. Legközelebb Pécsen, illetve Kaposváron teljesítenek majd szolgálatot, de természetesen az ország déli határszakaszán bárhol, ahol a lakóhelyük ezt lehetővé teszi, ott fognak ők teljesíteni, és határmenti feladatokat, határőrzési feladatokat fognak ellátni. A felvételt nyert pályázók 6 hónapos képzésben vehetnek részt, ha ezután a vizsgát sikeresen teljesítik, őrjárőrtárs részszakképzést szereznek. A résztvevők a képzés első 2 hónapjában bruttó 150 ezer forintot kapnak, majd a második hónap végétől már a készenléti rendőrség hivatásos állományába kerülnek. Itt bruttó 220.300 forintot is kereshetnek majd. A választási bizottság 2 tagja is lemondott Dombóvár 4-es számú választókerületében. Így helyükre kell új tagokat választani a kormány által kiírt október 2-ai országos népszavazásra. Ilyen esetben a jegyző terjeszti be a képviselőtestületnek a választási bizottság új tagjairól szóló javaslatát, ám ők egyhangulag tartózkodtak a szavazástól. Ennek elsődleges oka nem a személyek mi voltában keresendő, hanem abban, hogy nem ért egyet Dombóvár város képviselőtestülete ennek a jogszabálynak a végrehajtásával, és ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szerintünk a törvényalkotónak itt nagyon sürgősen felül kellene vizsgálni ezt a jogszabályt. Belgiumból érkezett Dombóvárra egy 5-fős delegáció, amely az Autonómia Alapítvány közreműködésével látogatott a városba. A Gentből érkező szociális szakemberek egy tanulmányút keretében keresték fel Dombóvár önkormányzatát. A Tolna megyei város 2 uniós pályázat sikerében is bízik, a projektek többek között a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, a munkaerőpiacra való könnyebb visszajutás segítheti. A belgiumi delegációnak ezeket a felzárkóztatási programokat mutatta be Szabó Lóránt polgármester. A beszélgetés után terepbejárást tartottak, ahol Mászlonnyal és a többi elmaradott területtel is megismerkedhettek a külföldi vendégek. A Vátnál is többen érdeklődtek az idei Horgász Expo iránt. A Tüskei tónál ezúttal rengeteg horgász és szakács szállt versenybe egymással. Még egy testvérbarát horgász megállapodás is kötetett a Székely udvar helyi horgász egyesülettel. A halászhálóból öntik ki a halakat a mérőkosárba. Így tudják meg a horgászok, mennyi halat sikerült fogniuk az idei Horgász Expón. Az idei rendezvény első helyezettje 5 éves kora óta horgászik, először csak hobbi szinten őzte, majd a hivatásává vált. Fiderbotta horgáztam. Egy adott távolságra ugyanoda horgáztam végig, és 11 kg 30 deka jött össze.
Ezzel a mennyiséggel sikerült elhozni a vándorkupát, amelyet jövőre is szeretne megvédeni. A tüskei tó körül akadt olyan horgász is, aki azt mondta, meg kellett szenvedni a fogással. Ezúttal nem haraptak annyira a csalira a halak. Nem nagyon ettek a halak, eléggé meg kellett szenvedni minden egyes halért. Akik bent tudtak horgászni a tó közepén, azok fogtak halakat, általában a jobbakat, azok súlyosabbak voltak. Nekem sajnos csak ilyen apróbbak jöttek itt a part szélébe. Hát 2 kiló 70 dekában kávon zártam a versenyt. A Horgász Expo természetesen a főzésen maradhatott el. A különleges tálalásokat és ízeket egy 3 tagú zsűri értékelte. Ez a lecsós ágyon sült tejfölös hús ízlett a legjobban a bíráknak, így ez az étel végzett az első helyen. 11 csapat indult, 3 csapat halételeket főzött, és 8-an pedig teljesen változatosan a nyúltól kezdve a pacalon át a töltött káposztáig mindenféle étellel találkozhattunk. A főző és horgászverseny mellett még rengeteg program várt a résztvevőkre. A tavalyi évhez képest jóval többen jöttek el és élvezték a napsütést a tüskei tó környékén. Második alkalommal került megrendezésre itt a Dombóvári Városi Horgász Egyesület Tüsketaván a úgynevezett Horgász Expo, gyakorlatilag egy nyárzáró vagy évadzáró rendezvény, a szokásos horgászverseny mellett főzőverseny, íjászat, kutyás bemutató, rendőrségi bemutató, katasztrófavédelmi bemutató az, ami ma sorra került, illetve amire még sor fog kerülni. És külön kiemelném, hogy az egyik testvér, most már testvéregyesületünkkel sikerült egy testvér barátsági megállapodást kötni. Egészen Székelyudvarhelyről jött az ottani horgászegyesület igazgatója, hogy megkössék a testvérbaráti megállapodást. Ennek jeléül saját zászlójukat átnyújtotta a Dombóvári Városi Horgász Egyesület elnökének, Bisof Attilának. Ezután az eredmény hirdetéssel maradhatott el, minden versenyzőt kapott oklevelet, sőt a legügyesebbek kupával térhettek haza a rendezvényről. Fotót szeretném. 4-1-re nyertek a Dombóvári Futballklub játékosai az ellenfél Köles csapata ellen. A meccs alatt ingyenes játszóház trambulin várta a családokat. A fél időben a Doze fúvósai szórakoztatták a közönséget, sőt a szurkolók egy szekszárdi neves pincészet borait is megkóstolhatták. Bár volt néhány próbálkozásuk, végül csak egy 11-es segítségével sikerült gólt szereznie a Köles csapatának. Azonban ez is kevés volt a győzelemhez, hiszen a hazai csapat jóval többször talált ellenfele kapujába. Ráadásul a Szuhaj Sportcentrum lelátója szinte megtelt szurkolókkal. Úgy gondolom, hogy a látogatói létszámban már megmutatkozik, hogy milyen a körítés. Úgy néz ki, hogy a csapat egyre jobban magára talál. A Dombóvári Futballklub játékosai tényleg jó paszban voltak. Sorra alakították ki a veszélyes helyzeteket az ellenfél kapuja előtt. Így az első félidő végére már 2-1-el vezettünk. A szünetben a Doze fúvósai buzdították a második félidőre a szurkolókat, akik pedig megszomjaztak, azok egy szekszárdi pincészet borait is megkóstolhatták. A második játékrészben hamar eldőlt a mérkőzés végkimenetele, először Horváth Árpád, majd Conev Márk talált a kapuba, akinek nem mellesleg ez volt a 3. gólja a meccsen. Hát a második félidőben is rúgtunk 2 gólt, és magabiztos 4-1-es győzelem született. Ami probléma, hogy több játékosunk kiesett, a Bancsabának valószínűleg eltört az orra, a Kázmér szintén sérült, azért kellett lecserélni, Pap Máté szintén sérült, a mérkőzésen sérült meg, tehát a következő meccsre elég lesz összejönnünk, de hát remélem össze tudjuk drótozni a játékosokat, és akkor arra is megfelelően föl tudunk készülni. A meccs alatt viszont a legkisebbek sem unatkoztak, ingyenes légvár, trambulin és játszóház várta őket. Amit ígértünk, korábban úgy néz ki, sikerült megvalósítanunk. A labdarúgó mérkőzések mellé különböző kísérő programokat szerveztünk, ezzel az volt a célunk, hogy minél többen jöjjenek mérkőzésekre. Gondoltunk a családokra, a gyerekekre, ezért játszóházat szerveztünk. A következő meccset szintén a Szuhaj Sportcentrum futballpályáján játsszák a fiúk szeptember 17-én 3:30-kor, ellenfelük pedig a Tolna VFC lesz. Ezen a hétvégén is színes programokkal várják a kiérkező családokat. Különleges edzésen vehettek részt a Dombóvári Boxklub amatőr tanítványai. Hiszen nem más, mint a Riói Olimpia résztvevője, a 2010-es Európa-bajnokság győztese, Bacskai Balázs tartotta nekik az órát. Magas lábemeléssel futnak körbe a ring körül, így melegítenek be a Dombóvári Boxklubban. Ezúttal egy különleges meglepetéssel szolgált Nagy László edző, nem más, mint a Bacskai Balázs európai bajnok ökölvívó trénerezi a fiúkat.
A különböző ütéstechnikákat a 69 kilós boxolóval gyakorolhatták a dombovári boxklub tanítványai. Hát egy nagyon közeli régi barátom járt itt nálunk Dombováron, Vacskai Balázs, 2010 évben Európa-bajnok, junior világbajnok, és hát nyilván riói olimpiai kótvát szerzett. És nagyon szerettem volna, hogy az itt lévő srácok, akik gyakorlati hobbi boxolók, megismerjék őt, és egy ilyen közös edzés legyen egy olyan élményük, ami ritka, szerintem. És ezért szerveztem ezt az edzést itt. A profi boxoló rendesen bemelegítette az amatőr csapatot, együtt tanulták a ringben való mozgást, sőt, a boxzsák püfölésében sem volt hiány. Az Európa bajnok és a Bocskai emlékverseny aranyérmesének a családjában szinte mindenki sportolt. Édesapja szeretette meg vele is, két testvérével is ezt a sportágat. Soha nem gondolta volna, hogy edzősködni fog, ám mostanában már gyakran van benne része. Hát leginkább egy ilyen átmozgasztó edzés lesz, nyilván nem élversenyzőkről, válogatottakra beszélgetünk. Egy jó hangulatú edzést szeretnék eltölteni velük, aztán a végén meg egy pár menetet így kesztyűzni majd nagyjából mindenkivel, úgyhogy ez egy kicsit próbálom őket meghajtani, de tényleg egy jó leső edzés legyen. A dombovári boxklub amatőr tanítványai nagyon élvezték azt, hogy egy ringben állhattak Balázsral. Mindenki sorban állt azért, hogy tudjon néhányat ütni a sportolóval. Fú, mindent. Boxoltunk, zsákoltunk, mindenféle csináltunk, a ringbe is árnyékoltunk meg minden. Volt olyan, amit most tőle jobban el tudtál esni, egy mozdulatot esetleg? Hát igen, azért volt egy pár mozdulat, amit el tudtam tőle nézni. Az edzés végén természetesen a közös fotó sem maradhatott el, hol máshol, mint a ringben álltak össze egy fényképre. Idén először hirdették meg a Hamujják díjat, melyet a legszebb dombovári kertnek ítélnek oda. Többen is pályáztak a címre, az alapítvány kuratóriuma és a felkért szakemberek a napokban járták végig a kerteket zsűrizés céljából. Többek között formára vágott dísznövények, paradicsom, padlizsán és rengeteg virág díszítette azokat a kerteket, amelyeket beneveztek a Hamujják díjra. Öt kert gazdája gondolta úgy, hogy pályázik a tiszta udvar rendes ház mintájára épülő kitüntetésre. Amikor idén a képviselőtestület döntött az új kitüntetésekről, akkor volt egy teljesen egyedileg új típusú elismerés, ez a Hamujják díj. Ezt azok a családok, személyek kaphatják, akik a környezetük szépítésében, legyen ez magáningatlan vagy közterület, valami kiemelkedőt teljesítettek. Pályázat útja lehet hozzájutni az elismeréshez. Idén először lehetett nevezni. A Hamujják kuratóriuma szakemberekkel kiegészülve járta végig a kerteket. Azt is figyelembe vették például, hogy kinek van saját kutya, gyűjtik-e a csapadékvizet, vagy komposztálnak-e. Ebben a kertben nem csak a virágok, hanem a paprika, az articsóka és még a rebarbara is helyet kapott. Hát általában a tapasztalatból már hosszú évek alatt ugye kialakult az, hogy mi az, ami ugye viszonylag sárgaföldes ez az újdombovári rész. És ugye az ilyen gyökér dolgok nem nagyon teremnek meg, vagy legalábbis nem nőnek meg, ezért inkább olyan zöldségeket vetettem, amik már így beváltak, és viszonylag jó termés van belőle. Miklós bácsi kertjében 34 színű virág található. Általában felesége hozza az ötleteket, hogy mivel egészítsék ki még az udvart, ő pedig boldogan végrehajtja. Azt mondják, ők már öregek, nem járnak nyaralni, inkább saját udvarukban kapcsolódnak ki. Kiraktak egy asztalkát két székkel, és így gyönyörködnek reggelente kétkezű munkájában egy finom kávé mellett. A kert annyira mutatós, hogy rendszeresen becsöngetnek a járókelők házaspárhoz, hogy hadd nézzék meg az udvart. Akik még kint az utcán sétáltak és elmentek a ház előtt, sokan bekéreckedtek azért, hogy megnézhessék a kertet, vagy esetleg, hogyha nősül, vagy férhöz megy, hogy itt esetleg fényképet csinálhassanak. Szeptember 29-én dől el, hogy végül melyik kert kapja a Hamujják díjat. Mára köszönöm figyelmüket, friss híradóval legközelebb szeptember 23-án pénteken jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a dombomedia.hu weboldalon. Töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!